A találkozó után Vince Ottót, a korábbi ferencvárosi kiválóságot értem el telefonon. Elmondta, a zöldfehérek újfent megmutatták, hogy megérettek arra, hogy tartósan az európai porondon részt vegyenek és helytálljanak. Azt gondolom, hogy a Ferencváros egy olyan meccset játszott kint Leverkusenben, amely során újfent megmutatta, hogy megérett arra, hogy tartósan az európai porondon részt vegyen, és helytálljon. Tehát ugye most a végeredménytől függetlenül mondom azt, hogy a pályán mutatott játék és ugye a mérkőzés bizonyos időszakaiban mutatott játék egyértelműen azt mutatja, hogy a Ferencváros és azon, tehát a játékosai már megérettek arra, hogy rendszeresen ezen a szinten, legalább ezen a szinten játszanak, és ez szerintem megnyugtató, mert egész egyszerűen látni, hogy egy Leverkusen, aki azért ugye a német bajnokságban egy olyan csapat, amely jellemzően ugye a kreatívabb, támadóbb focit játsza, sem tudott például az első félidőben a kezdeti, itt tudom én, első 15 perc után mit kezdeni a Fradival, ráadásul a Fradi megszerezte a vezetést, egy gyönyörű támadás végén, ahol volt egyéni bravúr is, tehát ahogy a saját térféről elindult a labda, és ugye a Tokmagnak a beindulásra a parádés volt, hogy megérezte a területet, és jött is a mélységi beadás. Utána pedig, ahogy ő jobb lábbal, érdekes módon jobb lábbal úgy be tudta tenni, és kifordította a csípőjét, szóval egy gyönyörű gól volt. Szerintem ez nagyon megfogta a németeket, és erőködtek, de azért nem rossz csapat ez, tehát azért lehetett látni utána a mérkőzés második részében, hogy azért már ők domináltak. Egy biztos, hogy ma már az átmenetekben nagyon magas szintű a Fradi, tehát itt a védekezésből átmenetek, és Tokmag is akkor tud igazán villogni, meg egyéni játékban, meg úgymond megrázni magát, hogyha van területe. Tehát azt lehet látni, hogy az ő játékának sem erőssége az, amikor fölállt védelem ellen kell játszani európai szinten. Ott az ő fizikuma a testesteni párharcokban ott egy kicsit alulmarad, viszont amikor van sebesség és terület, ahol föl tud gyorsulni, ott az ő kreatív, egyéni klasszisa ki tud jönni, és hozza ugye azt a teljesítményt, ami tavaly is láttunk tőle. A Ferencváros hazai pályán majd a Betiszt fogadja, de még maradjunk ennél a találkozónál, hiszen Neel Horváth Péter összeállításában először a klub legendája, Muha József, hatszoros válogatott labdarúgó, aki a 70-es években és a 80-as évek elején 252-szer ölthette magára a Ferencváros mezét, szóval először ő értékel. Azt hiszem, hogy a szurkolók, meg talán a szakemberek többsége is úgy gondolta, hogy Németországban a Ferencvárosa akár még egy kiadósabb vereség is várhat, és tessék, 2-1 lett a vége. Mit látsz a Fradiban? Mi okozta azt, hogy ennyire szoros meccset tudtunk játszani velük? Én akkor kilógok a sorból ezek szerint, mert én nem erre számítottam, hogy nem a több gólos vereségre, meg a nagy német fölényre. Én optimista voltam a Leverkusennek kapcsolatosan mindenképp, úgyhogy én egy tisztes helytállást láttam a csapattól, amiben benne volt akár egy döntetlen is. Aztán hát majdnem sikerült is. Tehát én nekem az a véleményem egyébként, hogy egy közhelyet mondva, szerintem ez egy vállalható vereség volt, arról már nem is beszélve, hogy ebbe azért a pontmentés is benne volt. Én úgy láttam, hogy ennek legalábbis a tegnapi teljesítmény alapján ennek a Leverkusennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Ha értékelném a csapatunk játékát, nagyon taktikus, nagyon szervezett játékot produkáltunk, amivel szerintem meg is leptük a német csapatot. Nekem ilyen szempontból egy kicsit a Leverkusen csalódás volt. Az eredmény meg annál is inkább, mert az utolsó utáni pillanatig benne volt az, hogy akár még pontot is szerezhetünk, mert én azt éreztem, mint amikor az EB-n a magyar válogatott a német válogatottal játszott, hogy az utolsó perceket a németek hát időhúzásra használták föl. Lehet, hogy nekünk a német stílus jobban fekszik talán, mint az angol, vagy mondjuk a latin, a spanyol? Én is úgy látom egyébként, tehát azért erőlétben is felvettük a versenyt a németekkel, és játék tudás persze benne voltak az egyéni elpasszolt labdák, meg azért benne volt egy-két olyan hiba, ami aztán hát, hogy úgy mondjam, szinte végzetesnek is bizonyult, de bevallom őszintén, jobban tartok majd a Betisztől. Hadd emelje ki két játékost a mi csapatunkból. Az egyik ugye Vécsei Bálint, aki szerzett egy gólt, csak nem adták meg. Hála idézőjelben a videóbírónak, a másik pedig Dibusz Dénes. Mi a véleményed róluk? A Dénes az már évek óta bizonyította, hogy klasszis teljesítményre képes, különösen nyomás alatt, tehát amikor kell, akkor ő mindig hozza magát. A tegnapi nap folyamán is azért bravúra halmozott, és én a Vécsei szerződtetés
edzésével kapcsolatos, én nagyon optimista voltam, bevallom őszintén, és örültem is neki, mert én még a Honvédból is úgy láttam őt futballozni, nagyon jó képességű játékosnak tartom, és kicsit olyan értelemben csalódás volt vele kapcsolatosan. Hát valószínűleg nem tudom, hogy mi volt az oka, de kevesebb játék lehetőséget kapott. Most az utóbbi időben úgy látom, hogy kap lehetőséget, és ezzel szerintem fog is élni, mert egy jó képességű játékosról van szó, aki ráadásul hát azért kellő nemzetközi tapasztalattal is fel van vértezve. Mondod, hogy a Betis-től jobban tartasz, mint tetted ezt a Leverkusennel kapcsolatban, és ott van még ugye a csoportunkban a Celtic, amely ugye 2-0-ra vezetett már Sevillában, és onnan fordított a spanyol csapat. Szóval a másik két csapattal kapcsolatban milyenek az érzeteid, vagy hogyan látod őket? Hiszen ugye a harmadik hely kellene nekünk mindenképpen a csoportban. Amit szerintem nem lehetetlen elérni, és azért, tehát a tegnapi eredmény tükrébe és jobban tartok a Betis-től, nem félek, ez egy rossz kifejezés, jobban tartok tőle, mint akár egy Leverkusentől, vagy akár egy Celtic-től. Be is bizonyosodott tegnap, ugye, mert hát azért 0-2-ről tudtak fordítani, és nyertek 4-3-ra. Elképzelhető, hogy azért a Leverkusen is tud majd jobb játékot produkálni, meg jobb formába is tud majd kerülni, de mondom még egyszer, hogy én szerintem Betis az, amitől jobban kell tartani, tehát belőlük jobban fel kell készülni, mert ők azért tudnak futballozni. Most lehet, hogy túlzás, amit mondok, de Leverkusenben nyilván hát a maguk módján azért tudnak, de hát én másképp látom, tehát volt ott egy-két olyan megoldás, ami technikailag én nekem hiányérzetet generált, ami nem nagy baj. Tehát, de csak dicsérni tudom a mi csapatunkat, bevallom, mert tényleg azt mondom, hogy ez az egy gól különbség volt. Meg voltak a helyzeteink, aztán a videóbíró, de hát igazából ez meg kiegyenlíti egymást, mert mit tudom, a Leverkusen fejes gólja. Na mindegy, ilyen szabályok vannak, ezzel sajnos együtt kell élnünk. Nyilas Elek játszott a zöldfehéreknél a BL, akkor még 16 csapatból álló csoportkörében is a 90-es évek közepén. A 14-szeres válogatott középpályás is látott biztató jeleket a Leverkusen elleni összecsapáson. Az a kérdés, ha a mérkőzés előtt borítékolják, hogy a németek szűk 2-1-es győzelmet aratnak, akkor aláírta volna? Mit mondhatunk, hogy most a rangsor, hallottuk itt, hogy egyetlen játékosok ugye többet ér, mint a Ferencváros egész kerete, akkor sem. Ha utólag egy picit úgy gondolkodunk rajta, akkor helyes lenne az a döntés, hogy előre semmit soha. Egy góllal vezetett a Ferencváros, ugye ezt az előnyt kellett volna megtartani. Hát oly módon sikerült, hogy az első fél időben csak egyenlített a német együttes. Mit csinált a Fradi különösen jól az első 45 percben? Mert futballozni. Tehát az a gól, amit szerzett a Ferencváros, azért ez egy gyönyörű támadás révén egy zseniális passz és egy kitűnő végjáték, tényleg csettintett az ember, és mellette is voltak olyan támadások, olyan labdakihozatalok, amik azt vetítették előre, hogy igenis lehet azért keresni valója a Fradinak, egyáltalán nem kell félni, tartani az ellenféltől, és bátran lehet támadásokat vezetni, és akkor esetleg még volt is szeretni, mint ahogyan azért azt gondolom, hogy túlzott szigorral, elvett kórról is beszélhetnénk, hiszen a sportdiplomáciánk erősebb, akkor ez nem lehetett volna fordítva se, tehát nem akarok ezért senkit bántani, de láttam már olyan meccset, ahol ilyet vissza se néztek. Vécsei Bálint góljáról van szó, ami egy érdekes szituáció volt, de hogyha már említed ezt a gólt és Vécsei személyét, ugye ő a középpálya közepén játszott, mégpedig jól játszott és megbízhatóan játszott, ő új szín a palettán, mi a véleményed róla? Nyilván azért szerződtett a Ferencváros, mert láttak benne fantáziát, kevés lehetőséget kapott az előző érában. Most gondolom, hogy a vezetőedző nem csak azért szavaz neki bizalmat, mert jól játszik, és kiolottak idézőjelbe előle az emberek, hiszen ugye a Sigér sérült, a Haratint ugye eladták, az sem biztos, hogy véletlen, mert gondolta a vezetőedző, hogy az ő pótlását a Vécsei megoldja, és egészen jól szállt be, és ha azt mondjuk, hogy még ezt a gólt a számlájára tudtuk volna írni az első fél idő végén, akkor is úgy tudunk bevenni előnnyel, teljesen más mérkőzés lett volna, de az ő személye úgy látszik, hogy a stabil labbá tette most a középpályát, és ennél a vezetőedzőnél, ennél ebben a szisztémában ő ott szerepet fog kapni.
Jön a második félidő, amelyet már a BL kapcsán is szóba hoztunk többször, most az Európa Liga kapcsán ugyancsak, hogy nagyon megnő, vagy megnőtt az eladott labdák száma. Mert hogy erre hívjuk fel ugye a saját figyelmünket, hogy vigyázzunk, ez egy másik szint, ez nem a magyar bajnokság, és túl sok az eladott labda, amiből az ellenfél kezdeményezni tud. És végül is ezzel a németek éltek? Egyértelmű volt az azért, hogy nyilván egy más tempójú csapat ellen játszottunk, és nagyban segíteni elő természetesen egy ilyen európai sikeres szereplésnek a alapjait, hogyha kétszer is egy héten ilyen tempójú meccseket játszanak, mint mondjuk a német bajnokságban, és nem lenne annyira furcsa egy ilyen támadás sorozat, vagy egy ilyen nyomás a második félidőben. És ugye ilyenkor természetes az, hogy az ember fáradékonyabb, ugye kevesebb oxigén, akkor már koncentráció kihagy, és ez volt talán a második német gólnál is a hiba, hogy gyakorlatilag azért annyira nem voltunk beszorulva és rákényszerítve a hibára, hogy ezt meg kellett volna kapjuk ezt a gólt, mert talán ott egy hosszabb előreébelés, vagy egy hamarabb észrevétel ott a védelem helyezkedésénél, tehát nem volt az egy olyan hú, de nehéz szituáció, és mégis ugye gólt tudtunk belőle kapni. Tehát ilyenkor már ezek a nüanszok döntenek egy pillanatnyi kihagyás fáradtság, de látható az, hogy más tempójú meccs, meg mindegyik az lesz. A következő ellenfél a Betis lesz majd, ugye 30-án csütörtökön játszunk velük, egy egészen más kávéhez, mint a Leverkusen? Technikásabb, fizikásabb, jobban hasonlít a mi stílusunkhoz, csak egy párosul azzal, hogy erőben ugyanolyan jól fogják majd bírni, átlátható volt a technikai meccsen, azért 2-0-ról talpaláltak pillanatok alatt, sőt, utána még két gólos előtt is szereztek, aztán közelítettek a skótok. Aki ilyen meccset tud játszani, ilyen tartalmas eseménydús, ugye 4-3, azért az látható, hogy támadójáték rendben, erőrendben, de viszont azt is fel lehet fedezni, hogy mondjuk saját pályán 3 gólt tudott kapni az ellenfelétől, tehát én ugyanazt mondanám, mint a Bayer Leverkusen esetében, hogy nincsen lehetetlen, és ugyanolyan elszántan, és ugyanolyan taktikusan szervezetten kell kezdeni, talán minél hosszabb periódusban játszani, mint az első fél időben a tegnapi mérkőzésen. Erre a meccsre, mert a Betis ellenére majd az ülőjúton kerül sor, nyerhető meccsről van szó Teltház előtt? Igen, hát most ugye az Espanyol elleni mérkőzést is láttuk, Betis azért egy picit talán erősebb csapat, mint az akkori Espanyol volt, de kitűnő mérkőzést játszott a Ferencváros, akkor az ülőjúton és utolsó pillanatokban ment el az a dolog, és ha abból is tudunk meríteni, illetve hogy ott azért az a fanatikus közönség, biztos, hogy van keresnivalónk, egy picit azt mondom, hogy a védelmet kell ugye jobban koncentráltabbá tenni, kevesebb hibával játszani, és akkor azt fogjuk majd tapasztalni, hogy ha nem is lesz mondjuk 4-3-as a mérkőzés, és annyira eseménydús gólokban gazdag, de meg lehet azt nyerni 1-0-ra is.